Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre ma adását látják. Elsőként nézzük, hogy miről lesz szó mai híradónkban. Baleset. Két autó ütközött tegnap a Dózsa-György úton. Vízhiány. Karbantartás miatt nem lesz víz több utcában holnap Szentendrén. Látni és látszani városunk is csatlakozott az országos programhoz. Nem lesz víz holnap Szentendrén, az ivóvíz közműhálózaton tervezett munkák miatt lesz nyomás csökkenés és vízhiány. November 15-én reggel 8 órától egészen délután 3 óráig. A szolgáltatás az következő utcákban szünetel, Ady Endre, Berkenye utca és Határcsárda közötti szakaszon, a Várkonyi Zoltán utca 1-7 közötti szakaszon, a Vadkacsa, Cinke és a Barackvirág utca 1-11 szám közötti részen, a Tulipán Láncfű hegyalja, Som és a Sövény utcában. Érdemes előre gondoskodni a háztartáshoz szükséges vízmennyiségről. A karbantartás ideje alatt a lerakódott üledék bejuthat a hálózatba, ennek elkerülése érdekében kéri a szolgáltató a csapokat zárva tartani. A szolgáltatás ismételt beindításakor az ivóvízben átmenetileg sárgás-barna elszíneződés, zavarodás fordulhat elő. A mosatás fertőtlenítés miatt erősebb klórszag lesz érezhető, ami az egészségre ártalmatlan. Látni és látszani, a bölcs döntés, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. A közlekedés biztonsági kampány 2012-ben indult. Idén megújult formában a társadalmi felelősségvállalás szerepét központba helyezve hirdették meg a két hónapon áttartó országos akciót. Szentendrén tegnap 22 óráig fokozottan ellenőriztek a rendőrök, hogy felhívják a figyelmet a látni és látszani kampányra. Évek óta téma az Európai Unióban, hogy töredékére kell csökkenteni a közlekedési balesetben elhunytak számát. Magyarországon 2015 óta kismértékben emelkedett a sérüléssel járó közúti balesetek száma. A számok a könnyű sérüléssel végződő esetek miatt növekednek, míg a halálos és súlyos balesetek száma kismértékben mérséklődött. Fokozott ellenőrzés keretében próbáljuk felhívni a járművezetők figyelmét a fontosságára annak, hogy milyen fontos látni és látszani. Ugye ennek keretében legfontosabbak a járművek világítása, szélvédői, ezek a átláthatósága, hiszen nagyon korán sötétedik, nagyon későn virad, és a korlátozott látási viszonyok között ez most kiemelten fontos dolog. A szervezők és az akcióban résztvevők a társadalmi felelősségvállalás szem előtt tartásával, a szakmai és a társadalmi összefogás erejében bízva hirdették meg idén is a Látni és Látszani országos baleset megelőző kampányt. Már épp itt az ideje az átállásnak, a téli átállásnak, úgyhogy a téli gumicserének, a szélvédőknek az ellenőrzése, a lámpák ellenőrzése, illetve a fagyálló folyadék, ablakmosó folyadékoknak az ellenőrzésének. Október 16 és december 8 között az akcióhoz csatlakozott szervizekben a személy- és haszongépjárművek, a motorkerékpárok és a kerékpárok vezetői ellenőrizhetik a járművük láthatóságért felelős alkatrészeket és a szélvédőt. A regisztrált optikai szaküzletek pedig díjmentes látásellenőrzéssel és hasznos tanácsokkal várják a járművezetőket. Igazából ezeknél az ellenőrzéseknél leginkább a KRESZ szabályoknak a betartása a legfontosabb, és ugye a szabálysértések, szabályszegések kiszűrése az, ami fontos. Ami nem tartozik ugyan a kampány keretébe, de a passzív biztonsági eszközök használatát, azt mindig fokozottan ellenőrizzük, hiszen ezek azok az eszközök, amik megvédik a járművezetőit, illetve utasait attól, hogy sérülésük keletkezzen, amikor balesetet szenvednek. Az akcióra való felhívás idén fokozottan épít a társadalmi felelősségvállalásra. A közlekedés biztonság ugyanis társadalmi ügy, amely egyben társadalmi felelősség is. A kollégáim minden nap végeznek közúti ellenőrzést, és a látni-látszani kampány az egészen majd az ősz végig, illetve a decemberig tart. A mai napon 22 óráig tartjuk a fokozott ellenőrzést. Ennek keretében ugye megpróbálunk láthatósági mellényeket kiosztani azoknak, akiknek láthatóan szükségük van rá. Amit még szeretnék kiemelni a látni és látszani kampány keretében, hogy
a járművek átvizsgálását kiemelt szervizek végzik, illetve a látni, pedig azt szolgálja, hogy el lehet menni optikushoz, illetve szemészetre, ahol meg tudják vizsgálni a gépjárművezetők látását, és ezzel is segítik azt, hogy fokozottan és szabályosan tudjanak közlekedni. A szakértők és az általános tapasztalat szerint, ha a hőmérséklet tartósan plusz 7 fok alá süllyed, a téli gumi felszereltetése indokolt. Ugye ez még Magyarországon nem kötelező, de azért nagyon-nagyon ajánlott, hiszen a téli gumi teljesen másképp viselkedik ezen az aszfalton, a hideg aszfalton, mint a nyári gumi. Ezen kívül, amit már említettem, a szélvédő, ablakmosó folyadék, az ablaktörlő lapátoknak az ellenőrzése, a világító berendezéseknek az ellenőrzése, és tovább minden olyan folyadék, ami megfagyhat a járműbe, és ugye bármikor útközben olyan műszaki hibát kaphatunk, ami miatt nehéz helyzetbe kerülhet a jármű vezetője, illetve utasa. A szervezők szerint csak akkor lehet eredményes az országos baleset megelőző kampány, ha fontosságát, kockázati tényezőit a közlekedés minden résztvevője felismeri és tesz is érte. Két gépkocsi ütközött össze hétfő délután Szentendrén a Dózsa-György úton. A szentendrei hivatásos tűzoltók áramtalanították az összetört autókat, majd biztosították a helyszínt. A balesetben személyi sérülés nem történt. A tűzoltók a helyszínelést követően megszüntették a forgalmi akadályt. Szent Márton napján újbor fesztivált és libatort tartottak a szentendrei skanzenben. Az évadzáró rendezvény két napon át várta a látogatókat az elmúlt hétvégén. Programokból, ételből, italból ez alkalommal sem volt hiány a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A hagyomány szerint, aki Márton napon libát nem eszik, egész évben éhezik. A skanzen kétnapos Szent Márton fesztiválja gondoskodott arról, hogy a látogatók elkerüljék ezt a fenyegetést. Libaétkek, az ősz csemegéi és kézműves újborok várták a vendégeket. A fesztivál színpadon egymást érték a fellépők. Nem volt hiány muzsikában, népmesében, néptáncban. A Szent Márton újbor fesztivált és libatort már sokadik éve rendezzük meg itt a Szentendrei skanzenben, és hát maga a Szent Márton, itt van Márton nap is rengeteg népszokásban bővelkedik. Természetesen a lakomáé, a libáé és az újboré a főszerep, hiszen ez az ünnep a paraszti évnek a lezárása, és a lakomáknak, a vigasságoknak az ideje, még a karácsonyi elcsendesedés előtt. És nem véletlen sem a liba, sem az újbor, hiszen az újbor Márton napjára for ki, tehát ilyenkor lehet megkóstolni, hogy az azévi termésből milyen bor készült, és a liba, ami egyrészt ugye Szent Márton legendájához is kapcsolódik, másrészt pedig ilyenkor a tömött libákat már le lehetett vágni, tehát a lakomának a része volt a libapecsenye, vagy a ludaskása a paraszti hagyományban is. A néphagyomány szerint a gazdasági évet, a szántóföldi teendőket Márton napja zárja le. Elkezdődik a természet téli pihenő időszaka, ezzel párhuzamosan a kalákában történő munka a házakban. Rengeteg programmal készültünk Márton napján, hiszen itt a Szentendrei skanzenben is lezárjuk az évet. A gasztronómia és a borok nagyon hangsúlyos szerepet kaptak, hiszen családi borászatok érkeztek hozzánk megmutatni az új borukat. Jászárokszállási fogadónk pedig rengeteg libás étellel készült. Emellett a bor még más programokban is megjelenik, például irodalmi borkóstolót is tartunk. Ezzel kapcsolódunk a Múzeumokészi Fesztiváljához is, hiszen ott az irodalom áll a középpontban. Nem csak a felnőttek, a gyerekek is jól érezhették magukat a hétvégén, a szentendrei skanzenben a nekik szervezett programoknak köszönhetően. Rengeteg kézműves programunk van, textillimát, dióbölcsőt, makmarci, gyertyát, ékszert lehet készíteni, tehát tényleg nagyon sokféle dolgot, ami kapcsolódik az őszi terményekhez, vagy azokhoz az alapanyagokhoz, amik a paraszti háztartásban megtalálhatóak. És az őszi időszak ilyenkor már ugye említettem, hogy a paraszti év lezárul, tehát a mezőn lévő munkák véget értek, viszont ez az időszak, amikor a társas munkák, a kalákák elkezdődnek, és ezeket a társas munkákat is felelevenítjük itt a skanzenben, hiszen tolfosztót, fonót és kukoricafosztót is tartunk, amiben be lehet kapcsolódni a látogatóknak is, illetve magát a hangulatot fel lehet eleveníteni mesékkel, énekekkel, táncokkal. Az ilyen és ehhez hasonló eseményekkor a fesztivál csarnok a leglátogatottabb a skanzenben. Rendszerint itt lépnek fel a meghívott együttesek, továbbá itt láthatók a gyerekelőadások, a
szabály előadások is. Van egy tematikus túránk is, amit nagyon szeretnek a gyerekek. Ez egy 6 állomásból álló túra, amit a programfüzet hátulján lehet megnézni az állomásokat, és tulajdonképpen azt kell megkeresni az egyes lakóházakban, hogy a libából milyen tárgyakat, használati tárgyakat készítettek, hiszen nem csak a húsát fogyasztották a libának, hanem nagyon sok számos más haszonvételi forrása volt. Készült ugye tollseprű belőle, kenőtól, de játékok is készültek a csontjukból. Tehát aki ezeket a lakóházban felfedezi ezeket az apró tárgyakat, és végigmegy ezen a túrán, közöttük, ha leadják a túralapot, akkor értékes nyereményeket sorsolunk majd ki. A Szentendrei Skanzen az évadzáró rendezvénye után egy időre bezárja kapuit, hogy a következő évadban újabb élményekkel gazdagodhassanak a látogatók. Egy 150 kg-os gím szarvast mentett ki a Pest megyei kutatómentő szolgálat egy 5 méter mély akna fogságából. Szombaton a Pest megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság művelet irányításától érkezett riasztás után a Szentendrei bázisú kutatómentő szolgálat szop területére indult, ahol a bejelentés alapján egy körülbelül 150 kg súlyú gím szarvast mentettek. A feladatot nehezítette, hogy az akna lejárata mindösszesen 50x50 cm-es volt, így mindenképpen csak bódított állapotban volt esély a szerencsétlenül járt állat mentésére. Sikeresen emelték ki a bajba jutott állatot a szakemberek, majd a területileg illetékes hivatásos vadász segítségével elszállították a település szélén található erdős részre, ahol megvárták, hogy saját lábán tudjon távozni. A történet még szebb része, hogy egy áldott állapotban lévő tehenet mentettek meg. Végül a várható időjárásról. Szerdán változóan felhős időre van kilátás, esőre kicsi az esély. Reggel 1, délután 8 fok körüli értékeket mérhetünk. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. Két gépkocsi ütközött össze hétfő délután Szentendrén a Dózsa-György úton. A szentendrei hivatásos tűzoltók áramtalanították az összetört autókat, majd biztosították a helyszínt. A balesetben személyi sérülés nem történt, a tűzoltók a helyszínelést követően megszüntették a forgalmi akadályt. Nem lesz víz holnap Szentendrén. Az ivóvíz közmű hálózaton tervezett munkák miatt lesz nyomáscsökkenés és vízhiány. November 15-én reggel 8 órától egészen délután 3 óráig. Látni és látszani a bölcs döntés, hívja fel a figyelmet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. A közlekedés biztonsági kampány 2012 óta hívja fel a figyelmet egy társadalmilag fontos témára és az egyén szerepére a baleset megelőzésben. A híradót látták, ha tehetik, maradjanak velünk továbbiakban is, mert hamarosan Sportkorzó című magazinműsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. További híreinkért keressék fel a tvszentendre.hu oldalt, ahol élőben is nézhetik adásunkat, és ne felejtsék el, hogy csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!